Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, tartsanak velünk! Kommunizmus áldozatainak emléknapja mécseseket és koszorúkat helyeztek el Mindszenty József bíboros hercegprímás szobránál. Füttyentek rád, zord világ, rendhagyó programmal nyitotta meg a Petőfi 200 emlékévet a dombóvári székelykör. 25 éve hunyt el Vas Albert, felolvasó maraton Dombóváron. 36 mintát értékelt a zsűri, egyre jobb minőségű pálinkák készülnek a térségben. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a dombóvári Szent Orsolya iskola központban is február 25-én. Az ünnepi műsor alkalmával mécseseket és a kegyelet koszorúit helyezték el Mindszenty József bíboros hercegprímás szobránál. A műsort az iskola tanárai és tanulói adták. Saját gyermek és ifjúkorát, valamint szülei életét már jelentősen érintette ez a korszak, mondta Kerényi Zsolt, a Szent Orsolya iskola központ igazgatója, aki egyben Dombóvár alpolgármestere is. A kommunizmus áldozatainak emléknapján mélyen átérzi a történelem eme sötét korszakát. Ilyen módon azért átérzem, hogy ezt jól lenne átadni a következő generációknak, de hozzá kell tenni, hogy ez roppant nehéz. Tehát egy március 15-ét mondjuk egy iskolai ünnepségen sokkal könnyebb megfogni és megünnepelni, mint ezt, mert valahogy ez nem annyira plasztikus, vagy nem képződik annyira, legalábbis én úgy érzem, és ezért ez roppant nehéz. Szeretnénk elsősorban egy kicsit szomorú hangulatot teremteni, mint amilyen ez az egész 40 éve volt a magyar történelmnek, hogy olyan vészterhes, de talán a legjobb jelző az, hogy szomorú. És ezt a hangulatot próbáljuk megjeleníteni a kis műsorban. A 13 éve működő dombóvári székelykör kezdeményezte Mindszenty József bíboros hercegprímás szobrának elhelyezését az iskola udvarán még 7 évvel ezelőtt. Akkor szerettük volna elhelyezni köztéren, akkor az akkori városvezetés nem engedte. Templomban sem helyezhettük el, és akkor Kerény igazgató úr felajánlotta, hogy itt elhelyezhetjük. És én úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb döntés volt, hogy itt helyeztük el, mert hogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen emberről, egy ilyen szobor itt az iskolában, egy nagyon jó példa, hogy pont egy katolikus iskolában pláne, a gyerekek közelről látják, hogy hát itt Mindszenty József, ki volt az a Mindszenty József, és gondolom az igazgató is tesz azért, hogy megtudják, hogy ki volt, és egy ilyen környezetben, egy ilyen szép helyen, egy ilyen meghitt helyen, szóval szerintem a legjobb helyen van itt. Láttam egy kisfiút, szemében könyörgött, és parancsra várt. Nekem külön öröm volt, hogy ezt lebonyolíthattuk, mert amellett, hogy nagyon fontos a székely identitásom, a székely hagyományok ápolása, de nagyon fontos az értékeknek a közvetítése, és úgy gondolom, Mindszenty minnyájunk számára értéket közvetített az életével. Mint
tönkrement. Mindszenty József bíboros herceg primást a kommunista hatalom emberei 1948. december 25-én fogták el, és szállították az Andrássy út 60 szám alatt működő AVH székházba. Kegyetlenül megkínozták, ami ellen hiába tiltakoztak világszerte, a kommunisták érzékeltetni akarták, hogy mindent megtehetnek. Azért nem végezték ki, mert tartottak attól, hogy mártír lesz belőle, és ez ellenük dolgozhat. Ezt még Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság elnöke mondta 2016. október 30-án, amikor leleplezte Mindszenty József bíboros herceg primás mellszobrát a Dombóvári Szent Orsolya iskola központban. Valadtak nagy feszültségű árammal, sokkal. Lábújhegyen kellett állnom, alatta szöges deszka, jobbról-balról izzó rezsó, hogy egyenesen álljak. Összeestem. Láttam, hogy mártírt nem, de hitványembert akarnak belőlem csinálni. A herceg primás 1956. október 30-án szabadult az őrizetből. A kegyelet koszorúit az iskola udvarán felállított mellszobránál helyezték el a Dombóvári Önkormányzat, a Dombóvári Székelykör és a helyi Fidesz csoport képviseletében február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva verses zenés délután tartott a Dombóvári Székelykör a helyi művelődési házban. A Füttyentek rád Zord világ című előadáson a költő versei és megzenésített versei hangzottak fel Horváth Vera Anna, Sárközi György és Orlik István tolmácsolásában. 200 éve született a napjainkban is modernnek számító, örökérvényű versek, elbeszélő költemények atya Petőfi Sándor. A Dombóvári Székelykör rendhagyó programmal nyitotta meg a Petőfi 200 emlékévet. 2010-ben alakultunk meg, ez elmúlt 12 év nagyon tartalmas volt. A Székelykör tagjai elsősorban bukovinai székelyek, de nagyon sokan közöttünk olyanok is vannak, akik Erdélyből áttelepült székelyek, és elég sokan vannak olyanok, akik nem székelyek, de velünk tartanak, mert szeretnek velünk lenni. Elég színes és sokféle programot szerveztünk az elmúlt 12 évben, és bizonyára azért is kaptuk meg idén a Városi Civil Díjat, mert elismerte a dombóvári közönség azt, hogy mi dolgoztunk. Itt régebtől kezdve mondhatnám azt, hogy András Avi Bertalantól kezdve Belec Andrássyig, tehát nagyon sokféle előadói estünk volt. Az elmúlt évben volt a Tamási Áron év, és ezzel kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy rákapcsolódunk mi is, és minden hónapban egy-egy erdélyi író vagy költő életét bemutattuk. Az volt az érdekes, mert ugye most abban a mai világban ugye azt mondják, hogy az embereket nem érdekel az irodalom, nem szeretik a verseket. Egyre többen voltunk ezeken az esteken. Úgyhogy tavaly volt Sütő András estünk, Hányádi estünk, akkor Benedek Elek is téma volt, akkor itt volt Gáspár Klára, vagy most élő és alkotó írónőnek a trilógiáját mutattuk be. És mivel most Petőfi van, most úgy tartolunk, hogy akkor most Petőfi Sándorra emlékezve, ma este Petőfi Sándorról szól. A szokásokhoz híven, ugye van az előadás, után egy kis vendéglátás és beszélgetés, mert én úgy gondolom, hogy amikor emberek összejönnek, egy kis borocska, egy kis innivaló, egy kis pogácsa mellett jó elbeszélgetni. Valószínűleg népszerű, mint pont erről beszélgettünk most nemrég, hogy egy ilyen kortalan költő az egyszer biztos. Tehát úgy írta a verseit, nem véletlen lett nagy részük népdal, sőt még magyar nóta is, de nagyon sokat mondott a felnőtt közönségnek a maga korában is, és azt gondolom, hogy biztos, hogy időszerű, és ahogy látom, hogy országosan olyan törekvések vannak, hogy népszerű legyen a fiatalok körében is. A Füttyentek rád Zord világ című előadáson a költő versei és megzenésített versei hangzottak fel Horváth Vera Anna, Sárközi György és Orlik István tolmácsolásában. De hát, ha nem gyerünk. Ha nem gyerünk, Isten benned jó téli ültej. De se baj. Hát igazából azt mondanám, hogy kultikus Petőfi versek között szemezgettünk, de ekkor füllentenék egy kicsikét, hiszen a mai délután olyan versek is el fognak hangozni, amik nagyon ismertek Petőfitől, és lesznek olyan versek is, amik kevésbé ismertek, viszont valamilyen úton módon úgymond szívünkhöz közel áll, így igyekeztünk mindkét szekcióból választani.
Ugye voltak kötelező versek, amiket meg kellett tanulnunk, és nyilván a kötelező versek egyfajta plusz terhet jelentenek a diákok számára, viszont mégis azért elkezd érdeklődni a diák, hogy ki volt ez a Petőfi Sándor, mit alkotott, hogyan élt, és tudjuk róla, hogy ő egy forradalmi lángit nyelvű költő volt, de emellett rengeteg tájleíró költészete maradt fönt, rengeteg olyan verse, ahol a szerelemről beszél, és persze nem mellékesen rengeteg olyan verse, amiben azért benne van a csibészség, és mi fiúk azért szeretünk benne lenni a csibészségbe, így egyfajta szemtelen Petőfivé válunk magunk is az évek alatt. Személyes sztori, hogy édesapám mindig az Arany Laci rakot mesélte gyerekkoromban, és ez egy nagy jó emlék, ami hozzá kötődik, és örülök neki, hogy itt is felhangzik majd az Arany Lacinak, mert szerintem érdemes arra, hogy sokan megismeri. A koncepció gyakorlatilag a szerelmi fáz, vagy a költészeti fázisaira épül majd Petőfinek. A szerelmi lirájából hallhatunk, a bordalós időszakából, illetve majd nyilván a szabadságharccal kapcsolatos eszmei dolgok fognak feltűnni az előadás során, és a vers meg a zene kiegészíti majd egymást. Elhangzik majd néhány kultúrtalák a megzenésítés, amit a kedves feleségemmel zenésítettünk meg, és most már 7-8 éve folyamatosan járjuk vele az országot, és elhangzanak majd érdekes információk Petőfiről, meg majd rengeteg vers, amit ő írt. A Dombóvári Művelődési Ház egész éves, színes, gazdag programsorozatot tervez a Petőfi 200 emlékévben. Több programmal is fogunk az idén csatlakozni. Egyrészt már volt egy rendhagyó irodalomóránk, most kedden Mózer Zoltán volt itt. Igaz, hogy nem csak Petőfiről volt szó, de ő írt egy 6 részes Olvasatok című sorozatot, amely az iskolai, középiskolai oktatást egészíti ki, és itt sok író költő mellett természetesen Petőfi Sándorról is szó volt, de őt még majd várjuk egy De szeretnék csillag lenni az égen című előadással, ahol egy népzenésszel együtt dolgozzák fel Petőfi munkásságának egy részét. Ezen kívül a mai nappal indul a Petőfi 200 előadássorozat, amelyet a Dombóvári Székely Kör és a Földi István Könyvtár szervez közösen. Ebben mi, mint művelődési ház is közreműködünk. Nagy részt egyébként helyi pedagógusok lesznek az előadók, de a Székely Körnek úgy tudom vannak olyan tervei, hogy szeretnék az ifjúságot is bevonni, tehát hogy ők is részt vegyenek. Van úgy tudom társasjáték ötletük is, amit megint csak majd a tanárokkal és az iskolásokkal készítenének, vetélkedő videófilmek készítése, tehát úgy gondolom, hogy egész sok terv van erre az évre. És a jó úrvá eddigi kontomat szinte lekvittelem, aztán most már készpénzem ér. Jó téli öltönyt varratok, mert közel a téli, és mostani ruhában akár nem is fagyhatok. Vas Albert felolvasó maratont rendeztek immár 16. alkalommal országszerte. Ehhez csatlakozott a dombóvári Vas Albert olvasókör is. Az erdélyi író-költő idén 25 éve, hogy elhunyt, ennek emlékére az irodalmár életéről készült összeállítást adták elő a kör tagjai. Az eseményt a Dombóvári Művelődési Házban rendezték meg. Eredj, ha tudsz! Eredj, ha tudsz! Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár, magasából a mérhetetlen égnek, kémleld a pontot, hol fészkek rakóvágyait kibontod, eredj, ha tudsz! Sebők Sándor feleségével együtt mintegy 10 éve csatlakozott a dombóvári Vas Albert olvasókörhöz. A magyar erdélyi íróköltő Vas Albert élettörténetéből válogattak részleteket, de Reményik Sándor művéből is olvasnak fel olyan történeteket, amelyek kapcsolódnak Vas munkásságához a felolvasó maraton során. Előtte csak hírből hallottam Vas Albertről, de utána, mikor beléptünk ebbe az olvasókörbe, végigvettük az összes műveit, és nagyon megszerettem a munkásságát, és legjobban nekem most az Átoksori Kísértetek című könyve tetszett, mert végigvette az egész egy ilyen önéletrajzi regényként fogható fel, és végigvette az egész fejlődési folyamatot az ő politikai szemléletében. Telt az idő, eljött az érettségi ideje, és első próbálkozásomkor bizony elbuktatott a román vizsgabiztos, akit a magyar iskolák fölé állított a románok kormánya, mert arra a kérdésre, hogy kik az idegenek az országban, mindent felsoroltam, még az arabokat is. Csak a magyarokat nem. Amikor a vizsgabiztos rám mordult, hát a magyarok,
Azt feleltem, hogy még az én dédapám dédapjának a dédapja is úgy született Erdélyben, bizony még az ő dédapja dédapjának a dédapja is. Boros Katalin ugyan nem tagja az olvasókörnek, mindig résztvevője volt a programoknak. Ezt a mostani felolvasónapot is ő szervezte. Nagy irodalombarát, nagyon kedveli Vas Albert költészetét. Van egy országos szervezés, ez egy országos dolog, amiben benne vagyunk. Ők mindig felhívnak minket már ősszel, hogy február utolsó hétvégéjén lesz ez a nap. Ők egy ilyen nyitóbeszédet is kölcsönöznek nekünk, mert egyszerre az ország pillanatnyilag 55 helyén lesz ez az olvasónap, amiben mi is részt veszünk. És mi akkor összejövünk, Éva, Magdi és én vagyunk most már évek óta a főszervezők. Meghirdetjük újságban, Facebookon, a műfaj segítségünkre van, ők adják a helyet nekünk, és akkor nálunk lehet jelentkezni a felolvasásra. Mindenkit szeretettel várunk, nem csak akik fel akar olvasni, hanem aki meg akarja hallgatni ezeket a magyar írók, költők verseit, novelláit, akár regény részleteit. Gyerekkoromban, fiatalkoromban, én még akkor nőttem fel, amikor Vas Albert nem volt ismert Magyarországon, és amikor megjelentek a könyvei, főleg a Funtinelli Boszorkány, az Adjátok vissza a hegyeimet, ez számomra akkora döbbenet volt, mondhatom, hogy jobban kezdtem érdeklődni a művei iránt. Bánfi Miklós buzdítására írtam meg első regényemet, bár verseim, novelláim már jó 10 éve megjelentek itt-ott, az Ifjú Erdélyben, a Pásztortűzben, az Ellenzékben. Ismertem Kós Károlyt, Reményik Sándort, Áprili Lajos tanárom is volt. A magyar erdélyi íróköltőről születésének 115. halálának pedig 25. évfordulóján szerte a világon megemlékeztek az irodalombarátok. Így történt ez Dombóváron is, a Vas Albert olvasókör jóvoltából. A kör csak nem 2 évtizede működik. Az volt a működési elvünk, hogy minden hónapban elolvastunk egy adott könyvet, mindenki, minden tag, és akkor összejöttünk egy este, és beszélgettünk róla, kicsit elemezgettük, mindenki hozzászólhatott, tehát egy abszolút közösségi munka volt, és egyik évben fölkeresett bennünket egy dombóvári szintén közszereplő, hogy országos program indul, méghozzá Vas Albert elolvasó maraton, amelynek az a lényege, hogy pénteken este 7-kor minden helyszínen, aki nevez és aki jelentkezett, elindul egy felolvasás. Tehát kiülnek az emberek, erről közvetítések is voltak az adott helyszínen, és elolvasnak. Nem kötelező Vas Albertet, csak azért nevezték el Vas Albertről, mert Vas Albert születése is és halála is január, illetve februárra esik, tehát ez az az időszak, amikor ráemlékeztek ezzel a felolvasással. A jó Isten jó szándékát azonban gonosz emberek gonosz szándéka elrontja olykor-olykor, és ez történt az én esetemben is. Oda is pusztultam volna, ha az Úristen haragos viharában jó szelek föl nem kaptak volna, és úgy elvittek onnan, mint a szakadt pókhálót, melynek gyönge szálába pók kapaszkodik. Én voltam a pók, s vitt a szél életem megmaradt szálával, úgy elvitt, mintha ott sem lettem volna soha. Pedig ott voltam Erdély kellős közepén, s szememmel láttam, fülemmel hallgattam azt a szép, madárdalos, lágyszellős, frissen kaszált szénaszagú világot, amelynek ma már nyoma sem maradt. Ez egy 24 órán át tartó felolvasás volt. A második alkalommal ők is beneveztek, ezért ők 15. éve vesznek részt a felolvasónapban, mondta Markovics Magdolna, a körvezetője. Először az első pár alkalommal mi is éjszaka is olvastunk, de aztán ez nem vált be, mert egyrészt nagyon kevesen jöttek el, akkor itt vetítgettünk, hogy azért a folytonosság meglegyen, és akkor utána már csak szombaton csatlakoztunk a maratonhoz, úgyhogy szombaton reggel összejöttünk, és este 7-kor, amikor minden helyszínen egyöntetően zárnak, a magyar himnusszal és a székely himnusszal zárul a rendezvény. A falai közt egyszerű ősi rendet őriz. Nehéz töltfa kapuját, mely mindig nyitva áll, messzire elkerüli minden, ami mulandó hiúság, üres és cifra jelszó.
de betérhet rajta bárki, aki derűs vagy borús arccal az útja arra visz. A Covid világjárvány miatt 2 évet kihagytak, idén folytatódik a felolvasó maraton. Mintegy 58 város település csatlakozott a 25. jubileumi Vas Albert felolvasó maratonhoz. Határon túlon és a tengeren túlon Kanadában, az USA-ban, Angliában is bekapcsolódtak az irodalmi programba. Most már a 16. alkalommal gyűlnek össze az emberek a határainkon kívül is, tehát nem csak Magyarország határain belül, Erdélyben is, Felvidéken is. Hát most Kárpátalján úgy tudom nem, de korábban ott is voltak helyszínek. A Vas Albert felolvasó maratonra a körtagjai szabadon választhattak verseket, irodalmi idézeteket, részleteket, Vas Alberten kívül más költőktől is. A felolvasó napot a Dombóvári Művelődési Házban rendezték meg. És felreppel előtted az első rigó, akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett. Csak haladsz, csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az angyalok tisztására. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. Kihirdették a pálinka verseny eredményeit NAKON. A tolnai településen rendezett megmérettetésre 36 minta érkezett. A zsűri értékeléséből kiderült, egyre jobb minőségű és méltó megjelenésű nedük kerülnek ki a gazdák kezei közül. Ezúttal a barack pálinkák voltak kiemelkedők, de különleges gyümölcsökből is készültek italok. Pálinka versenyt rendeztek NAKON. Hosszú évekre tekint vissza, nagy hagyománya van ennek az eseménynek a Tolna vármegyei településen. 2 éve ugyan ki kellett hagyni a koronavírus járvány miatt, most azonban ismét megrendezték a megmérettetést. Egy olyan 20 kilométeres körzeten belül, itt a kistérségből NAK, és a környékbeli falvakból Somogyszil, Kapospula, Dombovár, tehát egy ilyen 20 kilométeres körzeten belül jöttek a gazdák. A mai versenyre 36 pálinka érkezett, és el kell, hogy mondjam, hogy az évek tapasztalata alapján nagyon-nagyon sok pozitív változás történt, mind megjelenésbe, ahogy ezt a hungarikumot elénk teszik az asztalra, mert bizony először még megkaptuk PET-palacba, most már gyönyörűen felcímkézett, üveg-üvegbe, zsugorfóliával, dugóval ellátva, tehát megjelenésben megkapják a pálinkák a hungarikumnak megjáró tiszteletet, és bizony a pálinkák minősége is rendkívül finom és kiemelkedő. A tavalyi évjárat nagyon kedvező volt a barackoknak, kajszi barack, őszi barack, ez itt a versenyen is megmutatkozott, nagyon finomak voltak. A jól ismert gyümölcsök mellett többen újításokkal is próbálkoztak. A zsűri egyetértett abban, hogy egyre több a kísérletező gazda. Illetve el kell, hogy mondjam, egyre több a kísérletező gazda, és különböző gyümölcs cefrékbe egy kis bodzavirágot, vagy egy kis borsmentát raknak, és ezek is kuriózum, kis különlegesség, ezek az egyéb kategóriába mennek. El kell, hogy mondjam, hogy itt a 36 pálinka mintából csupán 2 volt technológiai hibás. Ez azt jelenti, hogy a főzés során egy kis hibát követett el a főző vagy főzető. Egy kis előpárlatot, egy kis utópárlatot beleengedett a közepébe. Ez sajnos elvitte a pálinkát, de nem mindig a pálinkát. Ugye mi most nem tudjuk azt, hogy ezt háznál főzték, tehát vagy pedig bérfőzés volt. És ezáltal nem lehet elválasztani, hogy most a gazda volt-e a hibás, hogy a cefrézést elszúrta, vagy pedig a főző, ugye, hogyha rossz az alapanyag, abból nem tud jó pálinkát előállítani. De Szászonnak is egy a vége, nagyon finom pálinkákat tudtunk kóstolni a mai nap folyamán. Több szempontot is figyelembe vettek a bírák az értékelés során. Az elsődleges, meg kell szagolni azt a pálinkát, és el kell dönteni, ugye, hogy szaga vagy illata van. Tehát ez az elsődleges. Aztán ugye egy kis kortyot a szánkba veszünk, megforgatjuk, és a fajta jelleget megpróbáljuk felfedezni. Mindig azt szoktam mondani egy-egy értékelés végén, hogy mindegy, hogy mi most itt a versenyen esetleg ezüstöt vagy aranyat adtunk annak a pálinkának, de hogyha egy vendégünk anélkül, hogy újra megkínálnánk, és azt mondja, hogy légy szíves, tölts még egy pohárral, na az az igazi aranyérmes. Tehát
Én úgy szoktam még pluszban mondani, egy jó pálinka olyan, mintha beleharapnánk a gyümölcsbe. És amikor az ember hajlandó pénzt is érte adni, mert annyira finom, meg tényleg a gyümölcsre emlékeztet, na az az igazi aranyérmes, és ezeket a szempontokat vettük figyelembe. Nem volt egyszerű a döntés, hiszen a barack kiemelkedő minőségű volt a tavalyi évben, de a különleges pálinkák is rendkívül jól sikerültek, tette hozzá Füleki Zoltán. Az őszi barack és a kajszi barack volt a nagyon kedvező időjárásnak köszönhetően nagyon finomak, úgyhogy egy kajszi barack pálinkát hoztunk ki az év pálinkájának, és egy külön díjas pálinkának pedig egy őszi barack pálinkát. De volt nagyon finom füge pálinka is, ami majdnem labdába rugott, illetve hát volt még azért vadkörte, ribizli, voltak különlegességek, finomak. A mai versenyen mondom a kajszi barack és az őszi barack rugott a labdába. Az eredményhirdetést követően vacsorával kedveskedtek a résztvevőknek. A zsűri arra bíztatta a versenyzőket, hogy továbbra is ilyen lelkesedéssel készítsenek pálinkákat, amiket a jövőben is szívesen megkóstolhatnak. Önök Kaposmenti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!